Szép estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Mai adásunkban a magyar irodalom jeles képviselőire emlékezünk, hiszen április 11-én ünnepeltük a Magyar Költészet napját. S ha már József Attilához kötődik ez szép ünnepünk, engedjék meg, hogy az író egy népszerű versét osszam meg önökkel. Szeretném, ha vadalmafa lennék. Szeretném, ha vadalmafa lennék, terebélyes vadalmafa, s hogy testemből jól lakhatna minden éhező kisgyermek. Árnyaimmal betakarva. Szeretném, ha vadalmafa lennék, s minden egyes árva gyermek, ha keserű könnye pereg, felkeresni, s könnyeivel öntözné meg a tövemet. Szeretném, ha vadalmafa lennék, miha majd egykor kiszárad, és a télapó kivágat, lángjaival felszárítaná könnyeit a bús árváknak. S ha csak ugyan vadalmafa lennék, volna öröm a földön, és sehol semmi bús szenvedés. S a mosolygó fejeket nem bántaná az elköltözés. Miatt elkezdenénk műsorunkat a legfrissebb hírekkel, kérem tekintsék meg képes ajánlónkat. 110 évvel ezelőtt született József Attila, rá és a magyar irodalom jeles képviselőire emlékeztek a Magyar Költészet napján a nagyatádiak. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének munkatársai tartottak szakmai napot a Kulturális Központban. Meglévő és leendő tagjaik számára szervezett nyílt napot a Nagyatádrinyamente TDM Egyesület. Hatantárgyból mérték össze tudásukat azok a diákok, akik részt vettek a megyei komplex tanulmányi versenyen az életes iskolában. Eredményes évet tudhat maga mögött a Nagyatádi Bajtársi Egyesület. Szezonnyitó összejövetelen cseréltek véleményt a megyében aktívan tevékenykedő méhészek. 15 fiatal vett részt a legutóbbi alközponti edzőtáborban, ahol nem csak labdaérzéküket fejlesztették a gyerekek, de barátokat is szereztek az ifjú focisták. Bérdi József alközpont vezetővel a Bozsik programról és az utánpótlás nevelés fontosságáról beszélgetünk. Két kategóriában díjazták a legtöbb halatfogó horgászokat a hétvégi horgászversenyen. Társadalmunk vendége Újvári Tomor lesz, akivel az Árpád iskolában folyó életről és a beiratkozásról beszélgetünk. 1905. április 11-én született József Attila. Az ő születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet napját. Az idei városi ünnepségen a kulturális csoportok műsorai mellett diákok szavalták magyar írók műveit. Tett a kezed homlokon, mintha József Attila Tedd a kezed című szerelmes versének megzenésített változatával vette kezdetét az idei költészetnapi rendezvény a Kulturális Központban. A Nagyatádi Musical Studio tagjai után Pünkös Márton lépett a közönség elé, aki József Attila Majd megöregszel című írásával nyitotta meg a programot. A Nagyatádi Kulturális és Sportközpont igazgatója örömét fejezte ki, hogy 2015-ben már ezt a jeles alkalmat is a megszépült intézményben ünnepelhettük. Orma István polgármester a mindössze 32 évet élt József Attila verseiből idézett beszédében. Ez alatt a idő alatt alkotta meg, teremtette meg azt a munkásságot, azt az életművet, amit köszönhetünk neki, és köszönünk neki. Ezért az ő születésnapja, a Magyar Költészet napja, mert egy olyan ember, egy olyan magyar ember, egy olyan költő született 1905. április 11-én, aki a legnagyobbak között van a magyar költészetben, az európai költészetben és a világirodalomban. A polgármester szerint József Attila egyszerűen fogalmazott. A Dunánál és a Mama című költeményekből is ragadott ki gondolatokat Orma István, aki a költő szerelmes versei közül a legismertebbeket hozta el a nagy érdeműnek. Szerelemre mondják, belehal, aki él, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér.
Igen, József Attila így érezte, így élte meg, és gyönyörűen, békésen, harmonikusan, szerelmesen fogalmazta meg, hogy csobog a langyos víz, fürödj meg, íme a kendő, törülközd meg, sül a hús, enyhítse étvágyad, ahol én fekszem, az az ágyad. József Attila másról is írt a szerelem mellett, s költeményei többségében saját sorsunkra is ráismerhetünk, jegyezte meg a polgármester, hiszen fájdalmait is papírra vetette az író. Benne van a gyötrelem, a fájdalom, a szegénység, a kitaszítottság, a csalódottság, és néha az ő sorsában nagyon ritkán az öröm és a boldogság. És hogy miért fontos és mit mondott ma a magyarokkal József Attila költészete? Számunkra a családunkon, a szerelmünkön túl a hazánk, az igazságosság és a szabadság az, ami igazán fontos. És a mai magyaroknak, nekünk azt mondja, hogy mindenek után, múlt, jelen és jövendő számbavétele után is az a legfontosabb, hogy tudjuk rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. A Tulipán dalkör 3 megzenésített verssel készült a rendezvényre, akiket Garabella kísért gitáron. A Városi Könyvtárban tartott szavaló verseny alsós diákjai is felléptek az este folyamán. Dezső László, Farkas Boglárka, Rózsa Dorottya, Kárpáti Péter, Túri Katinka és Gurbács Júlia kortárs költők műveit adták elő a közönségnek. A szavalatok után a Valkőr együttes műsora következett. A fiatalok egy pajabeja dallal ajándékozták meg a nagyatádiakat. A Valkőr produkcióját követően a szavaló versenyen helyezést elérő felső tagozatos diákok léptek a színpadra. Ács Panna, Horváth Dóra, Fodor Zsófia és Novográdec Bence versmondásukért hatalmas tapsot kaptak a nagy érdeműtől. A rendezvényre a Galagonya együttes is műsorral készült. Karászi Krisztina, Farkas Zoltán és Harkágy Gyula egy József Attila és egy Nagy László megzenésített verset adtak elő. A Cinderi Szépművesztét tagjai kárpátaljai mai költők verseit hozták el a nagyatádiaknak. Fejér Zoltán, Kozics Nikolett és Grofsics Mónika tolmácsolásában elhangzott műveket Harkágy Gyula zenei aláfestéssel tett még emlékezetesebbé. A költészet és a zene jól megfér egymás mellett, melyet nem csak a Cinderi Szépművesztének köszönhetően tapasztalhatott meg a közönség. Az irodalmi összeállítás után a Nagyatádi Musical Studio műsora zárta a rendezvényt. A társulat tagjai 2 József Attila művel készültek az alkalomra. Én olyan kegyetlen vagyok, ha fényben.
Minden évben két helyszínen ünnepelnek a Magyar Költészet Napja alkalmával a nagyatádiak. A színpadi műsort követően közösen vonultak át József Attila mellszobrához a jelenlévők, hogy virágokkal és mécsösekkel róják le tiszteletüket a magyar irodalom jeles képviselői előtt. Idén Fejér Zoltán, a Cimbeli Szép Művészet tagja szavalt a József Attila kollégium előtt, miután 100-100 szekvőt helyeztek el a szobor talapzatánál a megemlékezők. Nagyon szép bensőséges műsorral készültek a mai napra a Kulturális Központ fellépői, művészei és azok a gyermekek, akik a Városi Könyvtárban a legsikeresebbnek bizonyultak a Költészet Napjára hirdetett szavaló versenyen. A Kulturális Központ színház termében több alkalommal megállt a levegő, és a költő szavaival élve egy pillanatra a fellépők a mai délutánon megállították az égen a napot. A virágok mellett mécsöseket is gyújtottak a nagyatádiak, akik így emlékeztek a 110 évvel ezelőtt született József Attilára. 955 vállalkozás tevékenykedik a legfrissebb adatok szerint Nagyatádon. Nekik és a környékbeli vállalkozóknak tartottak szakmai napot a Kulturális Központban. Négy különféle témában hallgathattak előadásokat azok, akik részt vettek a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által szervezett rendezvényen. A szervezők helyi és vidéki munkaadókat egyaránt vártak a programra. Arra teszünk kísérletet, hogy közelebb hozzuk az információt a vállalkozóknak. Szeretnénk olyan információkkal, olyan előadásokkal képbe hozni őket, amivel a mindennapokban is hatékonyabban tudják a munkájukat végezni. A rendezvényen a gazdaság és a magyar forint kapcsolatáról, a szakember utánpótlásról, a pályázati lehetőségekről, valamint a munkatársak hatékonyságának növeléséről hallgathattak előadásokat a jelenlévők. Azért tartjuk fontosnak a mai rendezvényt, mert olyan aktualitásokról lesz szó, mint például a pályázatok, ami azt gondolom, hogy minden vállalkozó számára fontos 2020-ig, vagy éppen a magyar gazdaság, vagy a magyar forintnak a helyzetéről, vagy olyan képbehozásról, hogy hogyan is lehet szakembert találni itt ebben a vidéki térségben, hiszen ez mindenhol nagy probléma, hogy nem találjuk meg a megfelelő és megfizethető jó szakembereket. Egy település fejlődését jelentősen befolyásolja, hogy milyen a gazdasági élet színvonala, hogy mennyire működnek jól a vállalkozások. Orma is polgármester a helyi adottságokat ismertette a programon. Nagyon fontos az, hogy erős, sokoldalú képzés nyújtó oktatása legyen egy kisvárosnak, és nagyon fontos, hogy minél erősebb gazdasága. A polgármester szerint fontos, hogy erős legyen a gazdaság a településen, hogy a vállalkozások minél több nagyatádit tudjanak foglalkoztatni. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy információk átadására kerüljön sor, hogy azokat a lehetőségeket megismerjék a gazdasági társaságok, a vállalkozók, amelyek a fejlődésükhöz, fejlesztésükhöz szükségesek. Ez egy ilyen alkalom, amikor tájékoztatásra, tapasztalat cserére kerül sor. Nagyatád város önkormányzatának nyilvántartásában 955 vállalkozás van bejegyezve, melyek mindegyiken működő. Ők azok, akik a város gazdaságának az alapját képezik, ami megjelenik az adó alapjuk képzésében, hiszen ugye a helyi adóbefizetés bizonyos gazdasági teljesítmény alapján történik. Ez az utóbbi 3 évben folyamatosan nőtt. Ez azt jelenti, hogy nő a helyi gazdaság teljesítménye. Számot is mondok, ez az adó alap, ez 2012-ben 16 milliárd forint volt, 2014-ben viszont már 17 milliárd 200 millió forint, ami egy dinamikus növekedést jelent, és ez megjelenik a helyi iparűzési adó befizetésekben is. Egy település életében meghatározó a gazdaság teljesítménye, hiszen több tényezőt is befolyásolnak a vállalkozások, jegyezte meg a polgármester. Egyrészt a foglalkoztatás szempontjából döntő jelentőségű, másrészt pedig nyilván ezzel az adóbefizetéssel hozzájárulnak a gazdasági társaságok a település szolgáltatásainak, intézményrendszerének a működtetéséhez, a feladataink ellátásához, amit ezúton is köszönök szépen valamennyi nagyatádi vállalkozónak. Orma István elmondta, új időszak kezdődik a gazdaság fejlesztése szempontjából, hiszen jelentős támogatási források nyílnak meg a vállalkozók előtt, abból a célból, hogy fejlesszék saját tevékenységüket.
az önkormányzat számára pedig az a lehetőség nyílik meg, és élni fogunk ezzel a lehetőséggel, hogy azokat az infrastrukturális beruházásokat, fejlesztéseket meg fogjuk valósítani, amelyek a feltételeit teremtik meg a beruházásoknak, a fejlesztéseknek, alapvetően a déli iparterület közművesítése és ott műhelyek, raktárak, üzemcsarnokok létrehozása szerepel a terveink között. Abban bízok, hogy a vállalkozók is és az önkormányzat is ezeket az új lehetőségeket ki tudja használni, és ezáltal a következő években tovább nő és erősödik városunk gazdasága. Az előadók olyan témákról beszéltek a programon, melyekkel segíteni szerették volna a vállalkozások működését. Vida Péter előadásának a témája motiváció volt, vagyis arra a kérdésre kaphattak választ az érdeklődők, hogyan lehet a dolgozókat hatékonyabb munkavégzésre ösztönözni. Én azt gondolom, hogy a munkaerő megfelelő kihasználása, hogyha használhatom ezt a csúnya szót, ez napjainkban nagyon fontos, hiszen ami fix költségünk van, az mindig a munkavállaló, és hogy a munkavállaló megfelelően jól érezze magát és hatékonyan működjön, az minden vállalkozó számára fontos lehet. A rendezvény végén a kisvállalkozások marketingje és kommunikációja, valamint az üzleti etikett kisokos című tájékoztató füzeteket is kaptak a program résztvevői, melyekkel szintén segíteni szerették volna a vállalkozók munkáját a VOSZ munkatársai. Nyílt napot tartott a Nagyatádrinya Mente TDM Egyesület. A szervezet elmúlt időszakban megvalósult tervei mellett jövőbeli feladatait is megismerhették az érdeklődők a rendezvényen. 2011-ben még csak 28, ma már 38 tagja van a Nagyatádrinya Mente TDM Egyesületnek. A szervezet munkatársai meglévő és leendő tagjaik számára tartottak nyílt napot a turisztikai központban. A mai nap információs nyílt napot tartunk a Nagyatádrinya Mente Turisztikai Egyesület bemutatásával kapcsolatban, legfőképp a már meglévő, az új belépők, illetve a leendő tagjaink számára. Azzal a céllal, hogy bemutassuk a velünk való együttműködés lehetőségeit, illetve feltehessék az eddig megfogalmazott kérdéseiket nekünk. Az elmúlt időszak eredményes volt az Egyesület számára, hiszen több olyan szóróanyag is elkészült, melyekkel még turista ide csalogatható a Rinya mentére. Elkészült honlapunk, ami a www.nagyatadtdm.hu oldalon található. Elindítottuk Facebook oldalunkat is, amelyen az aktuális eseményekről, illetve a hírlevelünkről, amit minden hónapban kiadunk, tájékozódhatnak az érdeklődők. Elkészült a vendégváró Rinya Mente Nagyatád kiadványunk, ami bemutatja a desztinációnk turisztikai értékeit. Csináltunk egy tematikus kiadványt, ami a térség vendéglátóegységeit foglalja össze. Ez a gasztronómiai kiadványunk. Hamarosan elkészül imásfilmünk, aminek szintén az a célja, hogy minél közelebb kerüljünk a leendő turistáinkhoz. És elkészült a desztináció fejlesztési stratégiánk is, amely a közeljövőbeni fejlesztési céljainkat tartalmazza. A tagoknak és az érdeklődőknek egyéb hasznos információkkal is szolgáltak az Egyesület munkatársai, akik remélik, a jövőben is segíteni tudják majd a nagyatádi és a környékbeli turisztikai szakemberek munkáját. Az Egyesület alapvető célja a közös partnerségen alapuló turizmus fejlesztés, szervezés és működtetés, hiszen együtt sokkal könnyebb érvényesülni a turisztikai piacon. A tagjainknak a legeslegnagyobb segítséget a marketing kommunikációban tudjuk nyújtani, hiszen közösen jobban el tudjuk érni a leendő és a már meglévő vendégeinket. A nyílt napon Pünkösd Márton az Egyesület elnöke is köszöntötte a jelenlévőket, aki jövőbeli terveit is megosztotta a hallgatósággal a nyílt napon. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult. 6 tantárgyból mérték összetudásukat azok a diákok, akik részt vettek a megyei komplex tanulmányi versenyen az Éltes iskolában. A megméretedésnek nagy tétje volt, hiszen a győztes iskola képviselheti majd a megyét az országos rendezvényen. Jubileumi tanulmányi versenynek adott otthont az Éltes Mátyás Általános Iskola. A megméretetésen a megye legjobb gyógypedagógiai intézményei vettek részt, akik 6 tantárgyból mérték összetudásukat. A mai nap folyamán én már a 40. alkalommal kerül megrendezésre a komplex tanulmányi versenye a tanulásban akadályozott tanulók számára. Erről azt kell tudni, hogy a megye legjobb és legaktívabb intézményei vesznek ezen részt. 2015-ben 5 intézmény képviseltette magát a megméretetésen. A házigazdaiskola csapata mellett Somogyvár, Nagybajom, Marcali és Kaposvár vett részt a versenyen. 4 fős csapatok versenyeznek, egyéni és
csapatversenyben. Matematika, magyar irodalom, történelem, földrajz, természetismeret, illetve életvitel tantárgyakból. A nagyatádi iskola sokadik alkalommal ad helyet a megyei fordulónak, melyre nem csak a gyerekek, de a pedagógusok is lelkesen készültek. Ez minden egyes alkalommal nagyon nagy kihívást jelent, hiszen a kollégák nem csak egy napnak tekintik ezt az évből, hanem hosszú hónapok felkészülése rejlik e mögött. Rengeteg munka mind a gyereknek, mind a felnőttnek egyaránt. Reméljük, hogy sikerrel fog zárulni számunkra is, hiszen évek óta dobogós helyen végzünk a megyei fordulókon. Az utóbbi két évben első helyezést értünk el, így az országos versenyen a nagyatádi iskola képviselhette a Somogy megyei intézményeket. Nagyon bízunk benne, hogy az idei évben is hasonló sikereket érhetünk el. Az intézmény igazgatójának bíztató gondolatai mellett a nagyatádi tankerület igazgatója Huszár Hajnalka is elismerő szavakkal illette a fiatalokat a megnyitón. A verseny résztvevői a matematika egyéni feladatlapok kitöltésével kezdték a napot. Minden évben egy tantárgyat kiválasztanak, ahol egyéni vetélkedő van, feladatlapos rendszerben, 6. és 7. évfolyamos diákok részére. Ezután a négy csapattag egyként képviseli az különböző állomásokon az intézményét. Ott szintén van feladatlap, puzzle, mindenféle logikai gondolkodást igénylő feladatok vannak. Körülbelül 30 percet töltenek egy-egy állomáson, ahol megvan szabva, hogy mennyi pontot érhetnek el, és ebből adódik, mint egy menetlevélszerűen majd a végén az eredmény. A nagyatádi diákok tavaly és tavaly előtt is megnyerték a megyei fordulót, így számukra még nagyobb kihívás volt az idei tanulmányi verseny. A természetismeret, matematika, történelem, irodalom, egészség, vitaminok, földrajz, feladatlap is lesz. Matematika. Jó, sok, 6 oldalas. Milyen feladatok lesznek? Számolni kell? Lehet, hogy szorzás, befoglalás, összeadás, geometria, sikidok. A diákoknak 5 állomáson kellett bizonyítaniuk. A csapatok ezúttal Somogy megyei jellegzetes virágneveit viselték a versenyen, így a nagyatádi fiatalok voltak az őszi kikericsek. Somogyvár diákjai a nárciszok, Marcali együttese a tavaszi hérics, Nagybajom csapata a csillagvirág és a kaposváriak a kockás liliomok. A nap végén az összesített versenyt az Éltes Mátyás általános iskola tanulói nyerték, így az országos megméretetésen Wölfinger Rudolf, Komáromi György, Orsos Zsolt és Orsos Mónika vehetnek részt. Második helyen a nagybajomi fiatalok végeztek. A 3. legtöbb pontot a kaposváriak érték el, míg 4. helyezett Somogyvár csapata lett. Az egyéni feladatlapok értékelését követően a 6. évfolyamon az első helyet a nagyatádi Orsos Zsolt szerezte meg, míg a 7. osztályosoknál is nagyatádi fiatal nyújtotta a legjobb teljesítményt. Ebben a korosztályban Wölfinger Rudolf érte el a legtöbb pontot a versenyen, míg a 2. helyen Komáromi György végzett, aki szintén az Éltes iskola növendéke. Az országos döntőt Székesfehérváron rendezik 2015. május 27-én és 28-án, melyen a nagyatádi fiatalok képviselhetik majd Somogy megyét. Két bálon, az érdekvédelmi nyílt napon, valamint két kiránduláson vehettek részt 2014-ben a Nagyatádi Bajtársi Egyesület tagjai. Így kezdte évértékelő beszédét a szervezet elnöke, Fülep István. Volt egy nagyon szép programunk 2014. november 27-én, akkor volt, illetve 1989. novemberében alakult a Bajtársi Egyesület, hivatalosan, jogerősen akkor jegyezték be a Kaposvári Bíróságon, és tavaly töltöttük be a 25. évet, és ennek évfordulója kapcsán tartottuk egy születésnapot. Az immár 25 éves egyesület számára eredményes volt az elmúlt időszak, melynek 2015-ben is közel 100 tagja van. Most jelenleg 100 fős tagságunk van, természetesen ebből 12 fő dísztag, 80 év fölötti, akikre számítunk, de különböző okok miatt, betegség, kor és egyéb miatt, de ők is a mi tagjaink. Csak ők azért dísztagok, mert úgy határozott még 3 éve előtt a Bajtársi Egyesület, hogy aki betölti a 80. életévét, annak nem kell tagdíjat fizetni, de ugyanúgy mindenbe, aki fizet tagdíjat, ugyanúgy részesül mindenbe, amit a Bajtársi Egyesület más tagja is részesülnek különböző szolgáltatásokba.
A közgyűlésen a szervezet pénzügyi mérlegét is ismertette Fülep István, aki szeretné, ha az idei esztendőben is kirándulhatnának a tagok. Ez azonban az egyesület anyagi helyzetétől függ majd. Ami biztos, hogy április 21-én érdekvédelmi nyílt napot tartanak a turisztikai központban, melyet a Bajtársi Egyesület közösen szervez a 69. harckocsi ezred nyugdíjas és baráti körrel. Most ebben az évben is szintén meg fogjuk rendezni, de úgy gondoltuk a kaposvári hadkiegészítő parancsoksággal, hogy egy nagyobb volumenű érdekvédelmi napot tartunk, ami azt jelenti, hogy létszámba is és területileg is. Területileg azt jelenti, hogy meghívnánk, és ebbe egyetértés a kaposvári hadkiegészítő parancsoksággal, illetve a HM vezetőségével, meghívnánk Nyatádi járást, Balsi járást, illetve Csurgó járást. Itt a célcsoportok lennének a polgármesterek, lennének nyugdíjas elnökök, asszonyok és férfiak, valamint érdeklődők. A nyílt napon három kérdésre kaphatnak majd válaszokat az érdeklődők. Az egyik maga az érdekvédelem, itt a nyugállományi katonáknak, hogy milyen törvények vannak, milyen juttatások vannak. A második lenne munkahelyteremtés céljából toborzás. Tehát a toborzásból is lennének itt egy részvevő, aki előadást tart, illetve hogy akik érdeklődnek a Magyar Honvédség iránt, szerződéses katona vagy hivatásos katona akar lenni, itt mindenféleképpen mindenfajta tájékoztatást megkap, és akár ha megfelel, akkor kitöltet egy nyomtatványt, később majd természetesen orvosi vizsgálat, egészségügyi vizsgálat, illetve szellemi, fizikai képesség megalapítása után katonának válhat. A harmadik téma a polgármestereket is érintő munkahelyteremtési lehetőségek lesznek ezen a napon, de a katonasírok gondozása is szóba kerül majd a programon, tájékoztatott Fülep István. Az érdekvédelmi nyílt nap mellett hagyományos bájukat is szeretnénk megszervezni az idei esztendőben az egyesület tagjai, akik szeretnének nyitni a civilek felé is. Nincs utánpótlás, amivel nőne a szervezet, az egyesület létszáma. Civilek jönnek, polgárok jönnek, hál' Istennek. Bár majd gondolkozunk azon is, mert felvetődött, hogy az egyesület nevét megváltoztatjuk egy 2-3 év múlva, mert ahogy elfogynak a katonák, azért mi nem akarunk megszűnni. Mert ugye nyitott a honvédség, tehát mink is, mint a Bajtárs Egyesület, non-profit szervezet, mink is nyitottak vagyunk a polgári társadalom felé, ezért lehet, hogy kialakítunk egy más nevűt, sokkal szélesebb egyesületet. Így bárki csatlakozhatna az egyesülethez, aki elfogadja az alapszabályt, tette hozzá Fülep István. 2015-ben 25 éves lesz a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, ezért saját programjaik mellett a jubileumi évforduló alkalmából tartott rendezvényen is részt vesznek majd a nagyatádiak, hiszen ők is alapító tagjai az országos szervezetnek. Fogadónapot tartott a városban a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője Harangozó Gábor. A politikust különféle témákkal keresték meg a nagyatádiak. Minden hónapban fogadóórát tart a Rinyamenti városban Harangozó Gábor. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjét különféle témákkal keresték fel a nagyatádiak. Rengeteg ember kér segítséget, és hát a Magyar Szocialista Párt nem csak abban jeleskedik, hogy kiderüljön, hogy valójában mi történhetett, hogyan lehetett ezt a rengeteg pénzt eltüntetni, hol van ez a rengeteg pénz, kik a felelősök ebben az ügyben. Tehát nem csak ez ügyben dolgozunk, hanem igyekszünk segítséget is nyújtani az embereknek. Jogi segítségnyújtást, feljelentést is ott, ahol szükség van, hiszen a Questor károsultaknál arra is szükség lehet, hogy megtegyék a feljelentéseket, hogy a pénzükhöz jussanak, és ez ügyben keresnek meg minket nagyon sokan. Harangozó Gábor szerint több 300 milliárd forint tűnt el. A párt azt szeretné, ha minden ezügyben érintett károsult visszakapná a pénzét, és nem csak a kisbetétesek. Egyelőre ígéret van arra, hogy talán majd a betétbiztosítási alapból visszafogják ezeket a pénzeket 6 millió forintig fizetni, de hát még azt is vitatják, hogy ez egyáltalán lehetséges-e. Ezért mi azt mondjuk, hogy itt sürgősen lépnie kell az erre illetékeseknek, méghozzá nem másnak, mint a Magyar Nemzeti Banknak, hiszen a Magyar Nemzeti Bank látja azt a felügyeleti tevékenységet, akinek látnia kellett volna, hogy itt fiktív kötvénykibocsátásokról van szó, hogy itt egyszerűen ellopják az emberek pénzét, és nekik kellett volna ezt megakadályozni. Az MSZP szerint ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Banknak kell helytállnia és segítenie a károsultaknak. Amit mi most szeretnénk elérni, hogy a Magyar Nemzeti Bank azonnal, soron kívül és teljes összegében kártalanítsa azokat az embereket, akiknek
a bármelyik brókerbotrány folyamányaként ellopták a pénzét. Az MSZP szerint a kormány tudott arról, hogy a két bank milyen helyzetbe fog kerülni, és ezt az állításukat alá is tudják támasztani. Az már kiderült, hogy a közpénzeket kimenekítették, így kevesebb pénz maradt arra, hogy a kisbefektetőket kártalanítsák, de azt is szeretnénk tudni, hogy magánpénzeket is kimenekítettek-e. Ezért mi arra szólítottuk föl mindenhol a képviselőket, hogy ugyanúgy, ahogy a szocialista képviselők nyilatkoztak arról, hogy volt-e Questornál, Budakestnél vagy a Hungariánál pénzük, és ilyen pénzeket kivettek-e bennfentes információk alapján, nyilatkozzanak a fideszes KDNP-s képviselők is. A kormányzó párt képviselői benyújtottak egy törvényjavaslatot, miszerint zárolni kell a brókerbotrányban érintett vezetők felelősök teljes vagyonát, hogy ebből a pénzből tudják majd megtéríteni a károsultak kárát. Mondják ők. Csak hogy a tények egészen mást mutatnak, mert hogy ez a javaslat, ez csak arról szól, hogy ezt a vagyont zárolják, majd fizessék be a költségvetésbe. Arról nem szól, hogy ebből a pénzből ki is kéne fizetni a károsultakat. Ezért mi benyújtottunk emellé egy másik javaslatot, ami arról szól, hogy a károsultak kapják is meg a pénzüket, ezt viszont a Fidesz nem volt hajlandó napirendre venni. A Magyar Szocialista Párt szimpatizánsai céljuk elérése érdekében egy tüntetést is szerveztek a fővárosban, az azonban, hogy elérték-e vele céljukat, csak a közeljövőben fog kiderülni. 1200 méhész van a megyében, akik számára a jó időbe köszöntével megkezdődtek a munkák is. Annak érdekében azonban, hogy minél gördülékenyebben haladjanak velük, egy szakmai összejövetellel nyitották meg idei szezonjukat a termelők. A Kaposvár és térsége méhészeinek egyesülete minden évben szervez egy szezonnyitó rendezvényt a megyében aktívan tevékenykedő méhészeknek. 2015-ben Nagykorpádon Ligler Tivadar méhészete adott otthont a programnak. A Kaposvár és térsége méhész egyesületből vannak lábodi tagok is. 63-an érkeztünk Kaposvárról, Balcsról is érkezett egy pár méhésztársunk, Balcson van egy méhészklubunk. Azért tartjuk fontosnak, tavasszal és ősszel összejövünk egy ilyen méhésztársunk méhészetében megbeszélni az év kezdetét, év végét, hogy sikerült az év és hogy kezdődik az év, mire számíthatunk évközben. A rendezvény célja a szakmai tapasztalatcsere volt, s hogy még több hasznos információt kapjanak a méhészek, a megyei szaktanácsadó is tiszteletét tette az összejövetelen. Somogy megyében van 1200 méhész, és hát ezek között azért néhány nagyon nagy professzor van, az egyik ilyen professzornak vagyunk éppen most a telephelyén, tehát igazából majdnem azt mondom, hogy az egész csapat tanulni jött ide, úgyhogy ennek Tivadar a méhészetnek egy nagyon nagy öregje, tehát a Méhész Egyesület alapító tagja, az Országos Méhész Egyesület alapító tagja, hát amit lehet tudni a szakmában, azt mi itt most megtanuljuk. Tehát én ehhez képest kisgyerek vagyok, kis fiatal tanuló vagyok itt. A méhész ágazat a 2004-es Európai Uniós csatlakozást követően létrehozott egy nemzeti programot. Ez volt a feltétele annak, hogy az Unióban létrehozott cél alapból a magyar méhészek is részesülhessenek. És ennek az alaphoz való hozzájutás, tehát a támogatásokhoz való hozzájutásnak a nagyon fontos lépése volt az, hogy megyénként egy szaktanácsadót kineveztek, kiválasztottak. És igazából a mi dolgunk elsősorban az, hogy a méhészek méhészeti támogatások, tehát az Európai Uniós ágazati támogatások, amik a méhészethez eljuthatnak, ezeknek a koordinálását és a méhészeknek a segítését tudjuk segíteni. Egyéb szakmai dolgokban is tudnak segíteni a szaktanácsadók, így abban az esetben is, amikor kár éri a méhészt. Olyan lehetőségeink vannak például, hogy a tavaszi mérgezéses eseteknél nagyon sokszor a mintavétel, illetve az elemzések költségét az Egyesület átvállalta, kijöttünk mintát venni. Ez az egyik. Hát a másik meg a támogatások, amik most nagyon, nagyon népszerűek itt, mindenki támogatásokért hajt, vagy mindenki lelkesedik azért, hogy van támogatás. Hát most a legutóbbi az volt, hogy a vándormészek kaptak olyan támogatást, hogy a járműveikre, 3,5 tonnál nagyobb járművekre kaptak súlyadó, illetve felelősségbiztosítás visszatérítést. Hát ennek a határideje most még 15-ig zajlik, tehát ebbe tudunk segíteni nekik. A jó időnek köszönhetően elkezdtek virágozni a fák, így a szorgos kis állatokkal is egyre gyakrabban foglalkoznak már a méhészek. A mély családok áttekintése és ugye a családoknál meglévő problémákat orvosolni, mert gyümölcsvirágzás indulóban van, ezen kívül talán egy jó hét, másik hét múlva az időjárás engedi a repce is, indul, és arra felkészítem a mély családokat.
Légler Tivadar szerint a 2014-es év az elmúlt két évtized legrosszabb időszaka volt a méhészek számára. Az időjárás miatt sokan nem tudtak kellő mennyiségű mézet előállítani. Hiába lett magas a méz felvásárlói ára, ha a termelőknek nem volt mit értékesíteniük. Vagy piacra viszik, és ott árulják a mézüket, vagy háznál is lehet árulni, ugye a kis kiszerelést megkérik az állategészségügyi állomást, ugye akkor saját maguk kiszerelhetik a mézüket, hanem akkor vannak felvásárlók, jönnek és elviszik a kistételt is, mert sajnos akkora hiány van a mézből, hogy már a kereskedőket a kistétel is érdekli. Az időjárás mellett a különféle méhbetegségekkel is meg kellett küzdeniük az elmúlt esztendőben a méhészeknek. Egyik ugye a nozéma, meg a nyúlós költésrotadás, ami sajnos elég jól terjedőben van. Ezen belül az acskafertőzések azok szintén ugye sok problémát okoztak sok méhészetben. Sok méhészet annyira talán 20-30% állományát is elveszítette az állománynak. Hát én nem panaszkodok, nekem a több mint 200 mély családban kettő, ami elpusztult. Hát nem is pusztult el, hanem ilyen egér dolgok voltak, amik tönkretették a mély családot. Ha valaki betegséget észlel a méhészetében, ugye a legelső feladat, hogy a mély egészségügyi felelőst értesíti, az kimegy, megnézi, hogy az bejelentő köteles probléma, vagy a méhésznek saját magának kell megoldani, mondjuk úgy, hogy a mély egészségügyi felelős esetleg tanácsot ad neki, hogy mit, hogyan csináljon. Ha bejelentés kötelezett, ugye, akkor be kell jelenteni ugye, az állategészségügyi állomásra, onnét a hatósági állatorvos is jön akkor. A somogyi méhészek bizakodók, akik remélik az idei év jobb lesz, mint a tavalyi, és nem lesz annyi méhbetegség, viszont annál több mézet tudnak majd megtermelni. A 2015-ös évre tekintettel hát bizakodó vagyok. A mély családokat jónak találom. Bizakodok, hogyha az időjárás nem szól közben, egy jó ködepes évben kiegyeznénk. Somogy megyében 11 méhész egyesület van, melyek közül a kaposvárinak 238, a nagyatádinak több mint 200 tagja van. Számukra szervezték a nagykorpádi szezonnyitó összejövetelt, ahol a szakmai eszmecsere mellett Légler Tivadar méhészetét is szemügyre vették a program résztvevői. Tájképek, csendéletek és portrék kaptak helyet legutóbb a Kulturális Központ kiállító termében. Két nagyatádi kötődésű alkotó munkáiból nyíló tárlatot dr. Ludas László alpolgármester nyitotta meg. Csicskár Erzsébet és Fekete Lajosné, mindketten nagyatádi kötődésű festők. Két különböző ember, két különböző stílus, két különböző életút. Egy valami mégis közös bennük. Az a rinyomenti kisváros, ahol több évig éltek, s ahová most újból hazajöttek. A kiállítás megnyitóján Áprili Lajos Március című versét Lengyel Nétó tanít a szavalta el, majd Pünkösd Márton a Nagyatádi Kulturális és Sportközpont igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. A tárlatot dr. Ludas László alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta, mindig örömmel tölti el, ha egykori nagyatádiak térnek vissza a városba, akiknek a munkái ugyan eltérő stílusúak, eltérő témájúak, de mégis mindenkinek örömet okoznak. A nagyatádi kötődésű alkotók kiállításának első alkalommal adott helyet a Kulturális Központ kiállító terme. Voltak éppen én már gyerekkoromban nagyon szerettem rajzolni. És amikor 18 éves koromban nem vettek föl a főiskolára, akkor úgy döntöttem, ha egyszer megérem nyugdíjas koromat, akkor ecsetet és ceruzát fogok a kezembe. Fekete Lajosné 41 év munkaviszony után ment nyugdíjba, aki első festményét családjának készítette ajándékba. 8 éve kezdtem el rajzolni, 4 évig tanultam rajzolni Sós Tibornál, és Mester Béla a festőművészeknél. Közben elkezdtem pasztelezni és olajat használni. Fekete Lajosné elsősorban természetképeket készít, ám a növény és állatvilág mellett épületeket is szívesen fest vászorra az alkotó. A természet utáni festést nagyon szeretem. Azok a képek, amelyek itt vannak, mind úgy készültek, hogy a saját felvételeim alapján, tehát láttam eredetiben is azokat a képek, azokat a tájakat, amiket lefestettem, és ezért igyekeztem valósághűen megfesteni őket. Fekete Lajosnénak ez a mostani immár a második közös kiállítása Csicskár Erzsébettel, s hogy honnét a nagyatádi kötődés? Voltak éppen 6,5 évig éltünk Nagyatádon. 1987-től 93-ig. Akkor én a polgármesteri hivatalban dolgoztam sportszervezőként.
és hát kellemes emlékeim vannak erről az időszakról. Azóta is elég gyakran megfordulunk Nagyatádon, és hát nagyon sokat fejlődött, nagyon sokat szépült a város. Csicskár Erzsébet először ceruzát, tollat és krétát ragadott, aki 48 éve foglalkozik festészettel. Pasztellel kezdtem, grafikával folytattam, ceruzával és tusztollal. Hát, és azt itt Nagyatádon kezdtem. Annak idején még Rumi Attila szobrász tartott ilyen szakkört, azt hiszem hetente volt egyszer, és az nekem nagyon jó volt. Rengeteg képen volt annak idején, portrét szerettem csinálni. Nagyatádról Karádra sodorta az élet Csicskár Erzsébetet, aki szinte már az összes technikát kipróbált a képeihez. A Szabad Művészeti Társaság tagja lettem Kaposváron, és akkor kezdtem el a részkarccal foglalkozni, olajjal, olajképeket csinálni. Most legutóbb sejem képeket is csinálok. A pasztell és a tustoll áll legközelebb Csicskár Erzsébethez, aki a tájképek és a csendéletek mellett a lovakat szereti a legjobban. A képek ezúttal Nagybajomból érkeztek Nagyatádra. Itt még azért nem jártak a képeim, úgyhogy ezt nagyon örülök, mert sokáig itt laktunk. 83-ban mentünk el innét, és harmadikos gimnazista volt, amikor ide kerültünk. Édesapám katonatiszt volt itt, úgyhogy 64-től 83-ig itt laktunk. De mindig visszajártunk, mert ugye a rokonok, édesanyám, édesapám, anyósom, mindenki itt laktak. Csicskár Erzsébet dédelgetett álmát is megosztotta a jelenlévőkkel. Meséket szeretne festeni sejemre, de sálakat is szívesen készítene az amatőr alkotó. A nagyatádi kötődésű festők munkáit május 10-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Férfi felnőtt és junior csapatunk is bezsebelte a győzelemért járó pontokat az MB2-es pontvadászat legutóbbi fordulójában. A nagyatádiak azzal a megyei alakulatot fogadták hazai pályán. A találkozó előtt a nagykanizsai izzóese együttese a tabella 8. helyén tanyázott, míg az RKC az előkelő 2. helyet birtokolta. Ha figyelembe vesszük a papírformát, a Rinyamenti csapat javára billent a mérleg, akiknek az őszi szezonban is sikerült legyőzniük a zalaiakat. Az RKC-nak minden bajnoki pontra szüksége van, ezért nem is vették fel várról a találkozót a fiúk. Már a kezdő sípszó után magához ragadta az irányítást a madarász legénység. Az első 10 percben 4-2-re vezettek a hazaiak, majd a folytatásban tovább növelték előnyüket a vendégekkel szemben. A 18. percben 8-5 állt az eredményjelző táblán, ami azonban ezután következett nem csak a játékosokat, de a szurkolókat is meglepte. A nagykanizsai együttesnek sikerült kiegyenlítenie a 22. percre, a nagyatádiak azonban időben összeszedték magukat, és a félidei szünetre 15-12-es RKC vezetéssel vonultak az alakulatok. A második játék részben a piros-kék mezes vendégek kezdtek jobban, akiknek sikerült két találatra faragni hátrányukat. A Madarász Péter vezette csapat ezúttal azonban jó napot fogott ki. A hazaiaknak sikerült 3 perc leforgása alatt tetemes előnyre szert tenniük. A 35. perc környékén 18-16 volt az állás, majd a 39-ben 22-16. Ezt követően ugyan még küzdöttek a pályán a vendégek, kiegyenlíteni már nem tudtak. Az RKC mindent megtett a két pontért, melyet ezúttal nekik írtak be a 60. perc végén. A találkozó végeredménye 29-25 lett a nagyatádiak javára. Madarász 4, Kis 8, Csernyik 1, Horváth 3, Takács 7, Kópic 1, Kozics 2, Antal 1, Balog 1 és Tóth 1 találattal járult hozzá a győzelemhez. A nagyatádiak így továbbra is a tabella 2. helyén állnak 24 ponttal. A fiúk legközelebb április 26-án lépnek pályára a nagyatádi sportcsarnokban. Ellenfelük ekkor a Pécsi VS-sel 2. számú együttese lesz. Az elmúlt hétvégén a Rinyamenti KC női alakulatai is pályára léptek, a lányok Budaörs együttesével mérkőztek, a találkozó végeredménye 34-22 lett a vendégek javára.
A listavezető Buda Őrsi KC-t fogadta az NB1-bis bajnokság 21. fordulójában a Rinyamenti KC felnőtt együttese. Az Éllovas Pest megyeiek győzni jöttek Nagyatádra, míg a hazaiak számára a tisztes helytállás volt a cél. A találkozót a szurkolók nagy meglepetésére az RKC kezdte jobban, akik 3 perc leforgása alatt 3 találatot szereztek. A folytatásban aztán szépen lassan felzárkóztak a vendégek, akiknek a 14. percben sikerült is kiegyenlíteniük. Nyúlné Bőzsöny Erika együttese ezúttal igencsak megizzasztotta a budaörsi csapatot, hiszen 1-2 góllal mindig jobbnak bizonyultak a fővárosiaknál a rinyamenti lányok. A 25. percben 12-11 állt az eredményező táblán, amikor Baraskó Lilla 2 perces kiállítását kihasználták a vendégek. Ekkor sikerült megfordítaniuk az állást, olyannyira, hogy a félidei szünetre is budaörsi vezetéssel vonultak öltözőbe a játékosok. A 16-13-os első játékrész után is lelkesen küzdöttek a hazaiak, akik a 34. percre 2 gólra csökkentették hátrányukat. Mihály Attila csapatának még ekkor is volt tartaléka. A budaörsiek 6 perc alatt 6 találatot szereztek, míg a nagyatádiak emberhátrányban küzdöttek, így nekik egyet sem sikerült. Ez a sorozat elég volt a vendégeknek ahhoz, hogy eldöntsék a 2 bajnoki pont sorsát. A 46. percben 25-17 volt az állás a BKC javára. Ezt követően a Rinyamenti KC számára a tisztes helytállás volt a cél, így edzőjük minden játékosnak lehetőséget biztosított a bizonyításra, s arra, hogy felmérjék, ki hol tart a fejlődésben. A tavaly előtti arany és a tavalyi ezüstérmes alakulat így bezsöbelte a győzelemért járó pontokat. A meccs végeredménye 34-22 lett a vendégek javára. A 2 pont elvesztésével egy helyet visszacsúszott a tabellán csapatunk. A nagyatádiak jelenleg a 10. helyen állnak. A hazaiakra a folytatásban is nehéz mérkőzés vár, a lányok legközelebb ismét hazai környezetben bizonyíthatnak. Április 19-én a tabella második helyén tanyázó Szekszárd együttesével csapnak össze a Városi Sportcsarnokban. 15 fiatal vett részt a legutóbbi alközponti edzőtáborban Nagyatádon. A gyerekek 4 edzésen vettek részt, melyeken nem csak álló képességüket, de labdavezetési technikájukat is fejlesztették a szakemberek. Az U13-as korosztályú fiataloknak rendeztek alközponti edzőtábort Nagyatádon. A 2 napos program ideje alatt 4 edzést tartottak a gyerekeknek a szakemberek. Ez az edzés, ez a központilag kiadott edzésanyag alapján kerül megvalósításra az alközpont vezetők vezetésével. Itt annyiban speciális egy kicsit a helyzet, hogy a Barcsról érkezett játékosok is itt vannak, akik elvileg nem ebbe az alközpontba tartoznak, de az utazás is egyéb miatt indokolta, hogy itt ezen az edzőtáboron ők is részt vegyenek. Az edzőtáborban 15 fiatal vett részt, akik a helyi és a vidéki egyesületek legtehetségesebb játékosai voltak. Egy kicsit szükös a létszám, szerettük volna, hogyha többen vannak, viszont az is szempont, hogy a legügyesebbek kerüljenek ide, tehát fölöslegesen a létszám nem lett feltöltve. Az edzőtáborban olyan feladatokat hajtottak végre a gyerekek, melyeken nem csak labdaérzéküket, de állóképességüket és gyorsaságukat is fejlesztették a szakemberek. A nagy játékból lebontott kis játékokról van szó, amiket különböző a védekezés, támadás és egyéb ilyen a labdarúgásban megjelent taktikai dolgokat is magába foglal. A fiatalok a szeles, hideg időjárás ellenére is lelkesen hajtották végre a szakemberek utasításait. A labdakezelést gyakoroljuk, a passzokat és a kapulalövéseket. És a nagyatádiak mellett vidéki játékosok is vannak, milyen így együtt játszani? Jó velük játszani, hát jó passzolnak, jó cseleznek. Mik a jövőbeli terveid? Szeretnél focista lenni? Szeretnék a magyar válogatottba játszani, meg egy nagy csapatba. Ki a példaképed? Lionel Messi. A fiatalokkal Birdi József alközpontvezető foglalkozott, aki évek óta sikeresen oktatja az ifjú focistákat. Nem véletlen, hogy ezúttal is Nagyatád adhatott otthont a programnak. Ennek az edzőtábornak az elsődleges célja az, hogy akik itt vannak, gyerekek, és tehetségesebbek a társaiknál, szem elé kerüljenek egy meghatározott edzésprogramot, amit még egyszer mondom, az MLS edzőközpontja adott ki, alapján dolgozzanak, mert jövőre ez a korosztály fogja alkotni a Somogy megye U14-es válogatottját, akik egész éves kiválasztás után a végén esetleg telkibe kerülhetnek. Azt azért hadd mondjam el, hogy az idei évben az idősebb korosztály lényegesen
jobban szerepelt ezeken a kiválasztókon, hiszen a dél-magyarországi területi válogatottba 5 Somogy megyei játékos is bekerült. Az edzőtábort ezúttal is eredményesnek értékelték a szakemberek, hiszen nem csak gyakorlati tudásukat gyarapíthatták a focipályán a fiatalok, de új barátokra is szertehettek az alközpont legügyesebb U13-as korosztályú játékosai. E téma kapcsán köszöntöm ma esti első vendégemet, Bérdi Józsefet, alközpont vezetőt. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szia! Beszélgessünk arról az edzőtáborról, melyben az utóbbi időszakban került sor itt a városban. Mit kell tudni, miért fontosak ezek az edzőtáborok? Több célja van az én edzőtáboroknak. Egyrészt az, hogy a helyi, illetve környékbeli U13-as korú gyerekeket egy csoportban tartsuk, illetve egy közös szemlélet, egy közös célkitűzés alapján készítsük fel őket a következő időszak teendőire. Másrészt meg ugye a Magyar Labdarúgó Szövetségnek ez egy előírása, hogy az őszi szünetben, illetve a tavaszi szünetben ezeket a lépéseket megtegyük. Szerencsére nagyon jól fogadják a gyerekek is, egyesületek is, mert a edzőtáborokat megelőző tornákon már kicsit jobban igyekeznek azért, hogy ebbe a vállalatot keretbe kerüljenek, és amikor már benn vannak, akkor természetesen mindent meg is tesznek azért, hogy bent is maradjanak. Ugyanis a kerethez rugalmas, ki is lehet kerülni, be is lehet kerülni, mindig a megfelelő produkció, illetve a adott teljesítmény alapján határozzuk meg azt, hogy kik alkotják a keretet. Szerencsére túl nagy változást az őszi szezonhoz képest nem kellett eszközölni, szinte ugyanazok a gyerekek vettek részt a mostani tavaszi edzőtáborban is, és nagyon meg is voltam velük elégedve, mert a hozzáállás, a viselkedés és a produkció minden szempontból megfelelő volt. Hány nagyatádi fiatal vett részt, és ha jól tudom, akkor 2 napon keresztül 4 edzést tartott el a gyerekeknek. Így van, 8 nagyatádi gyerek vett részt a 2 napos edzőtáborban, tehát ez nem bent lakásos volt, hanem mind a 2 nap jöttek, mentek a gyerekek, reggel jöttek, illetve délután mentek haza, mind 2 nap délelőtt és délután edzés volt. Nagyon remélem, hogy jól érzték magukat, nagyon remélem, hogy sok új dolgot tanultak, illetve azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk, de nem voltak újak, azokat úgy tudták gyakorolni, hogy a jövőre nézve mindenféleképpen hasznosak lesznek majd a saját teljesítményük, illetve a csapatuk teljesítményét illetően. Somogy megyei igazgatóság részéről mindig ugye valaki képviselteti magát, és mindig nagyon meg vannak dicsérve a nagyatádiak, nem csak a környezet miatt, hanem az itteni adottságok miatt is. Milyen érzés, hogy hosszú évek óta azért otthont adhatok, hol ennek, hol annak az edzőtábornak? Hát nagyon köszönjük szépen a biztató szavakat ez ügyben. Természetesen az a dolgunk, hogy a helyi, illetve környékbeli tehetségeket felkaroljuk, illetve megfelelőképpen foglalkozunk velük. Örülünk annak, hogy a létesítményt, illetve a szakmai és a személyi hátteret megfelelően találják ahhoz, hogy itt legyenek ezek az edzőtáborok. Remélem, hogy a jövőben ugyanígy lesz majd, és a helyi adottságuk, illetve a gyerekek hozzáállása, a produkciója mindenféleképpen a jövőre nézve biztató lesz, és ezt a dolgot, hogy az U13-as alközponti válogatott edzőtáborát itt tartsuk meg, ezt remélem, hogy hosszú távon tervezi majd a megyei igazgatóság. És évek óta működnek ugye alközpontok itt a megyében, egy kicsit beszéljünk, ismertessük, hogy hány darab is van belőle, és milyen az egymás közötti kapcsolat. Hát 5 alközpont működik. Ez egyrészt előírása a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről, másrészt meg az alközpontok környékén található egyesületek alapján van ez beszabályozva. Természetesen nagyon jó az együttműködés, hiszen közös szakmai irányelvek alapján működünk, előre meghatározott edzésprogram alapján, és nagyon remélem, hogy a környékbeli alközpontoknál is hasonlóképpen jól működnek a dolgok, illetve nem remélem, hanem biztos is vagyok benne, ismerve a kollégákat, ismerve a siófoki, marcali, illetve a kaposvári infrastruktúrát, illetve a személyi háttereket. Biztos vagyok benne, hogy a megye labdarúgására nézve ez nagyon pozitív hatással van, hogy évente 2 ilyen edzőtábort tudunk tartani, mert azt gondolom, hogy a céljaink közösek, a gyerekek, a szülők, az egyesületek, illetve a megyei igazgatóság részéről az, hogy a Somogy megye labdarúgásnak minél több tehetséges gyereket tudjunk adni majd. És beszélgessünk még a Bozsik programról, hiszen most már egy nagyatádi fordulón is túl vagyunk, ugye ott a 7-9 évesek vettek részt, ha jól tudom. Mik a céljai ezeknek a programoknak? Igen, a tavaszi szezonban összesen 9 rendezvény lesz a OTP Bank Bozsik program egyesületi programjában. 4 darab U7 U9-es fesztivált rendezünk, illetve 5 darab U11 U13-as tornát, ebből 3 valósult meg eddig, tehát a rendezvény 1/3-án vagyunk túl. Volt 2 U11 U13-as torna, illetve egy U7 U9-es fesztivál. A következő lépcső az majd a most vasárnapi U7 U9-es második tavaszi fesztivál lesz. Nagyon remélem, hogy a gyerekek és az egyesületek megfelelőképpen fel fognak készülni a rendezvényre, és a fejlődésüket mutató egy pozitív irány, ez folyamatos lesz majd. Köszönjük szépen, Józsi, a beszélgetést! Én köszönöm! Kedves nézőink, folytassuk továbbadásunkat!
Giliszta, csonti és egyéb speciális etetőanyagokkal voltak felszerelkezve azok a horgászok, akik részt vettek az idei Atát Kupa névre keresztelt horgászversenyen. Az 5 fordulóból álló megméretetés első napján idősek és fiatalok pecáztak Nagyatádon, akik többségében apró keszegeket fogtak a nap folyamán. Békés halakra horgászunk, pontja, illetve kárászra, ilyenkor a ragadozó hal nem számít bele. Hány éve horgászol? Én gyerekkorom óta körülbelül olyan 28-30 éve. És mi a célja számodra a mai versenynek? Hát a szektor 1. El van osztva 3 szektorra a mezőny, és a 3 szektor 1 van díjazva. Ez a verseny 5 fordulós, és az 5 forduló szektor eredménye fog majd dönteni a végén. A szervezők nem véletlenül osztották 2 szektorra a versenyzőket. Rakósbottal és féderbottal. Hát az fenekezős, a féderbotos, ez megúszós kategória. Ennek az a szerepe, hogy a végén van 3 méter zsinor, és hát meg lehet tartani, mint a hagyományos másik úszós, mondjuk spitzbottól különbözik. Hát ennyi lenne neki. Hát meg ebben élvezetesebb a horgászat. És valami speciális étellel eteti ilyenkor a halakat? Nem, hagyományos bolti etetőanyag. Az erős északi szél ugyan nem kedvezett a horgászoknak, a verseny mégis jó hangulatban telt a Rinyamenti városban. Az eredmények összesítését követően úszó kategóriában első helyezést ért el Pápa Zsolt, aki 6140 g halat fogott. A második helyen Zakariás János végzett, míg harmadik helyezett Háros János lett. A féder kategória győztese Lepcsényi Róbert lett, akinek több mint 7 kg hal akadt a horgára ezen a napon. Második helyen Bukács András végzett, akitől mindössze 40 g-ra maradt el a harmadik legtöbb halat fogó Rics Antal. A nagyatádi horgászverseny több fordulóból áll. A következő megméretetésre május 10-én kerül sor a csónakázó tavon. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért, s mivel József Attila írásával kezdtük adásunkat, szeretném vele is zárni műsorunkat. Áldalak búval, vigalommal. Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretni valommal. Őrizlek kérő tenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod, muzsikás romlás, falam ellened örök omlás. Dülledék árnyán ringatózom, lehelletedbe burkolózom. Mindegy szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz-e. Látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, ezer ölelő karja megnő. Az égről a fényt leszakítja, szerelmes szívére borítja. Társagunk vendége Újvári Tomor, az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója lesz, akivel a beiratkozásról és az intézményben megrendezendő programokról beszélgetünk. Tartsanak velünk a folytatásban is! Adásunk folytatásában Társalgó című műsorunkat láthatják. Ma esti vendégem Újvári Tomor, az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, szervusz! Az elmúlt időszakban ugye iskola nyitogató volt az intézményben. Mi volt a célja, akiket is vártatok ez alkalomra? Minden évben megrendezzük az iskola nyitogató elnevezésű programunkat. Elsősorban az a cél, hogy a szülők és a leendő elsősök lássák, hogy milyen tevékenység folyik az iskolában, az intézményben, milyen lehetőségekkel találkozhatnak, mind szakköri, mind egyéb jelleggel. Külön szoktuk választani ilyen esetben a szülőket és a gyermekeket, nyilván csak abban az esetben, hogyha a szülő is ezt szeretné, hiszen a gyermekek, amik foglalkoznak sportfoglalkozáson, kézműves foglalkozáson, egyéb dolgokon vesznek részt a nevelőink kíséretében, addig a kedves szülő beszélgethet azokkal a pedagógusokkal, akik várhatóan tanítani fogják a gyermekeket. Természetesen ezt megelőzően tartunk egy rövid tájékoztatót is, ami elsősorban az intézményről szól, az intézmény tevékenységéről, eredményeiről, hogy milyen lehetőségeket biztosítunk. Ugye már az előző évtől kezdődően a Bárdos iskolával együttesen elkezdtük az idegen nyelvoktatást az első év folyamon, ezen túlmenően ugye majd későbbiekben 7.-8. csoportbontás a különböző szakkörök, illetve az eredményünk, ami ugye mindig nagyon örülünk neki, de kimagaslónak mondható 4,2-es volt, ezt mindig mondják, hogy most valóban vagy nem valóban, én azt gondolom, hogy valóban,
már nagyon ügyes és jó gyermekeink vannak, akik húzóerőként jellemzően megjelennek az intézményben, és nagyon sok versenyeleményt is érünk el. Én azt gondolom, hogy ha nem ilyen ügyes gyerekekről lenne szó, akkor ezek az eredmények nem ezt mutatnák. Most például a mezei futóversenyre a sportterületén a mi intézményünk megy az országos versenyre, ami gyermekeimből állnak a versenyzők. Ezen túlmenően a matematika, fizika, magyar, versmondó, mesemondó, tehát nagyon sok olyan verseny van, amiről pozitív visszajelzés van. A gimnáziumok, középfokú intézmények nagyon jó visszajelzést adnak. Épp múltkor beszéltem egy kaposvári iskolaigazgatóval, aki elújságolta, hogy milyen jól tanulnak a gyermekeink, és mennyire örülnek, hogy oda is mennek. Mi megpróbáljuk a kedves szülőket arra is ösztönözni, hogy a nagyotádi gimnáziumban, hiszen helyben van, és egyre többet kell tanulni, de ez nyilván inkább a 8. osztályt érinti. Az első osztályosokat azonban nyilván azok a lehetőségek, amik a gyerekek előtt nyilván állnak. Most már ugye a mindennapos testnevelés is végig van, tehát sportolásban is megpróbálunk minél több lehetőséget nyújtani. Szeretnénk kialakítani a következő időszakban egy olyan termet, ami szabadidős tevékenységhez biztosít lehetőségeket a gyermekeknek. Ez pályázati úton mindegy 600 ezer forint értékű eszközzel szeretnénk felszerelni. Tehát próbálkozunk megfelelni a szülőknek, a gyermekeknek. Nagyon sok érdeklődő volt, olyan is, aki távolabbról érkezett, és az intézményt szerette volna megtekinteni, megkeresett bennünket ezen alkalomból. Körülbelül olyan 50, nem számoltam meg pontosan, olyan 50 gyermek volt jelen ezen a rendezvényen. Hát ebből kiindulva és a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva mi két osztályt szeretnénk indítani az előző évekhez hasonlóan, és szeretnénk ezeket a tanulókat, akik hozzánk jelentkeznek, végigvezetni azon a hát néha röpös, néha göröngyös úton, ami a 8. évfolyam végéig tart, de nyilván folytatódik ezt követően, és mindig elmondom a szülőknek, hogy mi nagyon szeretnénk minden gyerekből 5-ös tanulót idézőjelbe faragni, de hát azért ez nem teljesen így van, hiszen a tanulóknak a képességei azok behatárolják a lehetőségeket, de azért mi próbálkozunk és szeretnénk a lehetőségekhez képest a maximumra eljutatni, de csak azért hangsúlyozzuk minden esetben külön-külön, mert a szülő hajlamos arra, hogy egy kicsit elfogultabb legyen a gyermekében, és nyilván mindenki azt szeretné, hogy az ő gyermeke az legyen a legjobb, ami érthető természetesen. És mik voltak a tapasztalatok, milyen észrevételeket tettek a szülők, mik voltak a legfontosabb kérdések az iskolával kapcsolatban? Hát aminek a legjobban örülök az, hogy a szülők azok mind pozitív tapasztalatokkal jöttek, elmondták, hogy azért jöttek az intézménybe, hogy amellett, hogy megtekintsék, hogy milyen lehetőségek vannak, mert nagyon jó híre van, nagyon szeretnénk hozzánk iratni a gyermekeket. Nyilván a többség az körzetileg is hozzánk tartozik, de volt olyan szülő, aki körzetileg nem illetékes az Árpád iskolába. Nyilván őt is fogadunk el, hiszen nem mondhatjuk, hogy nem jelenhet meg, vagy nem jöhet el egy ilyen rendezvényre, és nyilván a törvény adta lehetőségeivel maga a szülő is élhet. Ebben nem gátolhatjuk meg. Én azt gondolom, hogy ez nekünk egy nagyon nagy öröm, hogy ilyen véleménnyel vannak rólunk. Nagyon nagy öröm, hogy azokban a pedagógusokban bíznak, akik várhatóan első osztályban lesznek. Nyilvánvalóan az, hogy pontosan hogyan alakul ez majd a beiratkozást követően fog kiderülni, de hát azért nyilvánvalóan azt is lehet látni, hogy körülbelül hogyan fog alakulni a pedagógus létszám. Igazándiból teljesen mindegy, hogyan alakul a jövő, arra fogunk törekedni, hogy ezek a gyerekek tényleg olyan helyre kerüljenek, amit a szülők szeretnének. És ha már szóba került a beiratkozás, mikor is lesz, hol és milyen okmányokat kell magukkal vinniük a szülőknek? A beiratkozás az egységesen a Magyarországon minden intézményben ugyanabban az időpontban van. Itt Nagyatádon, csütörtökön és pénteken, mint bárhol máshol. A Bárdos iskolába lesz a beiratkozás, függetlenül attól, hogy melyik intézménybe, tehát az Árpádba vagy a Bárdosba szeretnék beiratni a szülők a gyermekeket. Amit vinni kell, az a születési anyakönyvi kivonat, a személyi igazoló lap tulajdonképpen, ami ugye régen a személyi igazolvány volt, és kell vinni az óvoda által kiállított véleményt, mely tanúsítja azt, hogy a gyermek iskolába mehet. Továbbá abban az esetben, hogyha a gyermek valamilyen esen is, tehát sajátos nevelési igényű és valamiféle esen is papírral, okmánnyal rendelkezik, akkor ezt is vigye a szülő magával, bár ez utána is pótolható, de célszerű.
tekintettel arra, hogy az ő gyermekének nyilvánvalóan valamiféle egyéni fejlesztésre lesz szüksége, és azért az intézménynek jó, hogyha tudja, hogy milyen irányba kell elmozdulnia, tehát én azt javaslom, hogy ezt is mindenképpen vigyék magukkal. Továbbá abban az esetben, hogyha a szülőnek nincs a lakcímkártyát, bocsánat, azt is kell vinni, és hogyha a szülőnek a lakcímkártyáján nincsen rajt, nem szerepel a nagyatádi lakcím, de életvitelszerűen mondjuk Nagyatádon lakik, hiszen előfordulhat, ilyen mondjuk albérletben van, abban az esetben egy lapot kell majd a helyszínen kitölteni, amiben igazolja a szülő, hogy életvitelszerűen Nagyatádon él. Tehát ez egy új dolog, ez a tavalyi évben még így nem működött, alapvetően nyilvánvalóan a tavalyi évben is figyelembe vettük, de idén, tehát az idei tanévben már, illetve a jelentkezéskor ezt a lapot ki lehet tölteni. Ezen túlmenően a szülő, amennyiben úgy gondolja, hogy valamilyen egyéb fontos dolog van a gyermekkel kapcsolatban, mondjuk lisztérzékeny vagy hasonló, ezt nyilván jelezheti, ezt vinni nem kell csak mondani, ez is ráír akár szeptemberben is, illetve majd meg fogják kérdezni tőle, hogy milyen nyelvet szeretne választani, illetve ahogy milyen hitoktatáson vagy árkölcstanon szeretne részt venni. Azt hozzáteszem, hogy ez megváltoztatható, ezek az információk csak azért szükségesek, hogy az épkezdésre tudjuk a csoportokat megalakítani, tehát lássuk, hogy körülbelül milyen arányba akarnak mondjuk angolra, németre járni a gyerekek. És ha már beszéltünk a beiratkozásról, illetve a leendő elsősökről, akkor beszélgessünk a mostani diákokról is, akik a tanulás mellett ismét hüllőket nézhettek az iskola aulájában. Örülünk, mit kell tudni, illetve hogy kerültek ismét az intézménybe ezek az állatok? Hát második éve kerülnek ezek a hüllők az aulába. Van egy úriember, aki minden évben megkeres bennünket, hogy szeretne kiállítani hüllőket az intézményben. Ez azért nagyon érdekes, mert az első alkalommal, amikor kiállításra kerültek a hüllők, akkor azt gondoltuk, hogy majd a gyerekek megnézik, és tulajdonképpen ez egy mondjuk 10 perces foglalkozást vagy érdeklődést vált ki a gyerekekbe, utána majd annyira nem fogják nézni. Ez valójában nem így volt, idén sem és tavaly sem, mert hogy a gyerekek minden szünetben oda mennek, figyelik a különböző hüllőket, hogy mit csinálnak, hogyan mozognak ezekbe a terráriumokba. És igaz, hogy van egy leírás ezekről a hüllőkről az akváriumok tetején, és le van írva, vagy terráriumok tetején, és le van írva, hogy hol élnek, térképpel megjelölve, és így tovább. De ettől függetlenül az úriember, aki hozza ezeket, ő úgymond kis előadást tart. Tehát a gyerekek kérdéseire célirányosan válaszol, a gyerekek nagyon-nagyon érdeklődőek, emellett vannak olyan siklók, amiket például kivesz a terráriumból, és megengedi a gyerekeknek, hogy nyilván ezek nem veszélyesek, tehát megengedi nekik, hogy megfogják őket, elmondja, hogy ezek kézben neveltek, hogy miért nem úgy viselkednek, esetleg miért nem olyan agresszívak, mint a természetben található különböző hüllők, de van például madárpók, nyilván azt nem veszik ki, de különböző érdekes varánusz például ilyen hüllőt is hozott az úriember, és ez két napon keresztül volt megtekinthető az intézményben. Nagy meglepetésünkre, bár számítottunk rá, a szülők is 4 óra után bejöttek, tehát 4 óráig lett volna maga a kiállítás, de 4 óra után még mindig volt érdeklődő, aki megtekintette ezeket a különböző állatkákat, és ők is nagyon érdeklően kérdeztek az úriembertől, és ami még érdekesebb ennél, hogy a gyerekek már most megkérdezték, hogy jövőre mikor lesz ismét ilyen kiállítás, és az úriember megígérte, hogy jövőre is el fog jönni hozzánk, és újabb hüllőket, tehát más típusú hüllőket fog hozni, mert hogy ő ezzel foglalkozik, és cserebeléli is őket, tehát sok mindent megtudtuk mi is, mind a hüllőkről, mind pedig azok tartásáról. Ha már programok és szabadidős elfoglaltság, akkor a jövő héten ebben nem lesz hiány az intézményben, hiszen egy projekthetet kezdünk. Mit kell tudni erről? Mi a célja? Így van, hát egy támopos programhetet fogunk kezdeni. Alapvetően ez a hálózatosodás, illetve a partneri kapcsolatokról szóló pályázati modul, amelyben részt vesz az intézmény a háromfai iskolával közösen, tehát a Móricz iskolát is bevontuk, közösen fogjuk szervezni a programokat. Van olyan program, ami párhuzamosan kerül megvalósításra a két intézményben, és van olyan program, ami együttesen. A hétfői napon, tehát jövő héten hétfőn fogjuk indítani a programunkat, amely nem csak a két intézményre fog kiterjedni,
hanem a járás összes iskolája kapni fog egy e-mailt a tankerületen keresztül, amelyben felhívjuk a figyelmet, hogy a gyermekszegénységhez kapcsolódóan egy rövid, a YouTube-on található filmrészletet vetítsenek, nem mindegy érzékenyítést, majd ezt követően meg fogjuk kérni az intézményeket, hogy rajzpályázaton, vers írópályázaton, próza írópályázaton vegyenek részt, amely majd a vége lesz ennek a Project hétnek. Tehát ez lesz a hétfői program. Ezentúl az árpádos gyermekek kapni fognak, illetve már megkaptak 5 darab babszemet, egy poharat, ezt el kell vetniük, gondozniuk, és el kell olvasni az égigérő passzúj mesét. Ehhez kapcsolódóan kell egy mese illusztrációt készíteni majd az élő növény felhasználásával együtt. Továbbá ruhát, cipőt, régi játékokat fogunk gyűjteni, amit azon gyermekeknek fogunk átadni, akik erre rászorulnak, nehezebb körülmények között élnek, és ebből a háromfai iskolába is fogunk vinni a saját gyerekeink által, amiért ők ott kapnak egy kis megvendégelést, lesz egy bogrács főzés, különböző agyag, kerámiákat fognak az ottani gyerekek készíteni a mieinknek. Ez az egyik programelem. Ezen túlmenően lesz kézműves ház, például a keddi napon. A Móricz iskolában lesz facsemete ültetés, ez időtartam alatt, mivel ugye mi városi iskola vagyunk, ugye itt a babszemet a pohárban fogjuk nevelni, de ez nem csak erre a hétre vonatkozik, hiszen utána is majd nevelgetik a gyerekek. Továbbmenően lesz egy nagyon fantasztikus Matrix játék elnevezésű programunk, ami az akadályversenyhez hasonló, de mégsem olyan, mert hogy a gyerekek választhatnak a jobbra-balra irány közül, és a gazdák, hogy okosan játékhoz hasonlóan, de egy teljesen más alapon működő versenyben megméretkedhetnek, hogy hogyan tudnak a pénzzel gazdálkodni, hogyan oldalák meg azokat a dolgokat, ami az ő előrejutáshoz való, tehát hogy esetleg a szegénységből kitörjenek, és így tovább. Nyilvánvalóan nem minden gyerek tartozik ebbe a körbe. Maga a videófilm sem a mi gyerekeinkről szól, hanem egy távoli gyermeket mutat be, illetve egy jobb módban élő gyermeket. Ez inkább egy érzékenyítés, és arról szól, hogy próbáljuk meg azokért a gyerekekért tenni valamit, akik esetleg nehezebb körülmények között élnek, és nem biztos, hogy azért olyan rossz az a gyerek, vagy azért problémás az a gyerek, mert, vagy tanuló, ha úgy tetszik, mert rosszul nevelték, hanem lehet, hogy olyan körülmények között él, és lehet, hogy más szemmel fognak rá nézni a mieink, nem úgy a mieink, hanem azok a gyerekek, akik jobb körülmények között vannak, mondjuk így, vagy esetleg segítik őket, mert van olyan ruhájuk, amit már nem használnak, odaadnak, vagy játékaik. És végül, de nem utolsó sorban, a pénteki nap lesz majd az záró esemény, ami egy nagy volumenű rendezvénynek ígérkezik. Itt különböző gyermek együttesek, versmondók, civil szervezetek fognak fellépni, és eközött a győztes verseket az írójuk fogja felolvasni a helyszínen, lesz egy kiállítás, ami ugye nyilván a rajzokból készül, meg mi is meg fogjuk vendégelni azokat a gyermekeket, résztvevőket, akik eljönnek hozzánk. Ez megint túl fog lépni a két intézmény hatókörén, hiszen a járásból, akik beküldenek rajzokat vagy verseket, és helyezést érnek el, ők is részt vehetnek programunkon. Ezzel fogjuk ezt a hetet lezárni, de alapvetően nem ennyiből áll, hiszen ezt tovább szeretnénk folytatni több szempontból, több szálon, és még van egy visszalevő rendezvény része ennek, ami májusban valósul meg, ez egy flashmob, ami valóban még nincs megszervezve, de már-már gondolkodunk, hogy milyen módon, hol, Nagyatádon, mit lehetne elérni, hogy felhívjuk a figyelmét a lakosságnak ezekre a dolgokra, de ez maradjon a jövő titka, hiszen mi is még a szervezés időszakában vagyunk. Mi alapján állítottátok össze a heti programot? A heti program összeállításánál alapvetően abból indultunk ki, hogy kétféle probléma megoldás létezik. Az egyik ugye a cselekvés központú, illetve a probléma központú megközelítés. Mi a cselekvés központú megközelítésből indultunk meg, tehát hogy cselekedjünk, tegyünk azért, hogy ezt a problémát lássák a gyerekek, és erre építettük rá, hol játékosan, hol komolyabban programjainkat. Megelőzte egy komoly megbeszélés, ahol szülők, gyerekek, civil szervezetek,
szervezetek, még az egyház is képviseltette magát. Csak mondok egy példát, például a pénteki programra a katolikus egyházban van egy busza, és ők fogják elhozni például a háromfai gyerekeket hozzánk, tehát ez egy szoros együttműködések vannak, vagy például a háromfai egyház fő, például az ottani lelkész szervez egy külön gyűjtést, ami a háromfai rászorulóknak szól. Tehát ez egy kiszélesedő program lesz, és alapvetően a program összeállítása, mondom, mi inkább a kezdő löketet próbáljuk megadni, hiszen valóban játékosak ezek a programok javarészt, de azért mégiscsak arra nevelnek, meg az elgondolkodtatják mind a szülőt, mind a gyermeket arról, hogy hogyan lehet az ilyen problémás helyzetekhez viszonyulni, hogyan lehet ezeken a gyerekeken, de ezáltal a szülőkön is segíteni például. És én nem azt gondolom, hogy ma olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen rászoruló gyermek lenne az intézményünkben, de van, és hogyha megnézzük, hogy például az anyaotthonba is kerülnek, és semmi lenézés vagy negatív dolog nincs ebben, de kerülnek olyan szülők, akiknek biztos nagyon nagy segítség, hogyha kapnak esetleg egy ruhát, egy cipőt, vagy egy játékot, ami a másik gyereknek már nem érték, mert annyit játszott, de úgyis letenné, a szekrény alján lenne, akkor én azt gondolom, hogy az a gyerek örülni fog neki, nem hinném, hogy ezen meg fog sértődni, hiszen segítő szándék van benne, és akkor, ha már csak ennyit tudtunk tenni a cél érdekében, akkor már megérte, ha látjuk, hogy miben mások és miért mások, vagy miért gondolkodnak esetleg másképpen, akkor azért is megérte. Például csak mondok egy példát, hogy vannak olyan gyerekek, akik elkérik, vagy előfordult olyan, hogy elveszi a másiktól a tizórait. Az nem feltétlenül azért van, mert ő rossz gyerek. Az lehet, hogy azért van, mert ő nem jut hozzá, vagy olyan helyről jött, ahol azt tanulta meg, hogy vagy elveszem, mert erre is van példa, vagy nem fogok enni, vagy kevesebbet fogok enni. Sajnos ilyen is van. És ezzel számolni kell. Ezt valamilyen úton módon kezelni kell. És én azt gondolom, hogy ez most jelen pillanatban talán egy picit inkább megelőzés, de egy fontos megelőzés. A projekthetet megelőzően azért lesz még egy rendezvényetek, amiről majdnem elfelejtettünk beszélgetni, hiszen lengyel táncosok is felépnek az iskolában. Kik ők? Igen, a poznani néptánc csoport érkezik saját zenekarral. Ők most pénteken fognak 11 órakor fellépni az intézményben. Nagyon várjuk őket. Nálunk is van egy kis néptánc csoport. Igaz, hogy most kezdték a munkát, őnekik mindegy kett csináló, a többieknek is nyilvánvalóan, és ez is alapvetően egy érzékenyítés, másoknak a kultúráját szeretnénk a gyermekekkel megismertetni, hiszen nem csak a magyar népművészet, a magyar néptánc létezik, hogyha a környező országok kultúráját is megismerik a tanulóink, akkor nyilvánvalóan fogékonyabbak lesznek, érdeklődőbbek lesznek, és ezt is célozza amellett ez a program, hogy nyilvánvalóan jól fogják érezni magukat, lehet, hogy még táncolni is fognak. Én úgy tudom, hogy mind a zenekar, mind pedig a táncosok ugye olyan viseletet, lengyel népviseletbe fognak érkezni, és nagyon nagyszabású 40-45 perces programmal készülnek. Nálunk fognak ebédelni, én biztos vagyok benne, hogy a gyerekek meg fogják keresni őket, és beszélgetni fognak velük, mert a tapasztalat minden esetben az, hogy miután látnak valami újdonságot, utána nagyon érdeklődővé válnak, úgyhogy nagyon örülünk ennek a programnak is. És a kötetlen rendezvények mellett a projekthét lezárásaképpen a Regősök Húria vers és mesemondó versenyre is sor kerül. Lesz-e nagyatádi résztvevője ennek a programnak? Nyilvánvalóan lesz nagyatádi résztvevője, hiszen mind a két intézményből részt vesznek helyi és megyei versenyeken. Most fejből meg nem tudom mondani, de körülbelül olyan 6 nagyatádi résztvevőre emlékezem. Alapvetően lehetne több is, de korlátozzuk a létszámot, csak a megfelelő helyezést elért tanulókat hívjuk be, tekintettel arra, hogy ez egy regionális verseny szakértő zsűrivel. Most, hogyha mindenhonnan korlátlanul érkezhetnének gyerekek, akkor ez egy olyan rendezvény lenne, amit a zsűri sem tudna elfogulatlanul értékelni, nagyon hosszúra nyúlna. Én azt gondolom, hogy itt valóban a legnívósabb versenyszámú versmondók fognak részt venni. Ezt követően lesz azért egy nagyatádi kis
kis túra a részvevő versenyzőknek, megvendégeljük őket, egy kis ebéd, majd eredményhirdetés követi, és nyilvánvalóan a legjobbak az országos versenyre fognak tovább jutni, nagy-nagy örömünkre. Én nagyon reménykedem, hogy mindegyik általános iskolából, nagyotádi általános iskolából lesz továbbjutó, de legalább az egyikből legyen, de én annak örülnék a legjobban, hogyha mindegyikből, tehát valamilyen utómódon képviseljük országos versenyen Nagyatádot. Én ezt nagyon szeretném, és biztos vagyok egyébként benne, hogy ez sikerülni fog, látva a gyermekek produkcióit. És nem először fordult már elő, ilyen nagy országos versenyen is részt vettünk, igaz? Így van, a tanulóink közül nagyon sok olyan van, aki kimagasló eredményeket ér el, például a József Attila versvonó versenyen, vagy mondhatnék több ilyen rendezvény. Nyilvánvalóan nem véletlenül első helyezettek ezek a tanulók. Most is az ezt megelőző versenyről, tehát a most Balatonszárszót, ha jól emlékszem, bár most ebben lehet, hogy tévedek, mert Balatonbogláron is volt egy verseny, és most nagyon sok versenyen veszünk részt, de onnan is például két tanuló alapvetően tovább jutott tőlünk a további versenyekre, úgyhogy én nagyon örülök ennek, és ez nagyon biztató jel, mert én azt gondolom, hogy az tovább jutó tanulók, azok valóban olyan produktummal léptek fel, ami érdeklődésre számot tartott, ami az életkoruknak megfelelő vers, és azt valóban úgy mondják el, úgy hangsúlyozzák, hogy az a zsűrinek az érdeklődését felkeltik. Hát neveket én most inkább nem mondanék, mert várjuk meg az itteni zsűrinek az értékelését. Én mondom, nagyon reménykedem bele, hogy ők közülük legalább egy, de én nagyon örülnék neki, ha több is tovább jutna. És egy kicsit korábban beszélgetünk arról, hogy májusban terveztek egy flashmobot, ami már szervezés alatt van. Ugyanakkor egy másik nagyon-nagyon fontos esemény is szervezés alatt van, hiszen ebben a tanévben 30 éves az intézmény. 35, bocsánat! Szóval mit kell tudni erről a programról? Hát alapvetően ugye minden évforduló egy nagy esemény, és minden évfordulót illik megünnepelni. Nekünk ez az Árpád hét, ez amúgy is egy szokványos, rendhagyó programunk, de mivel 35 éves az intézmény, ezért én azt gondolom, hogy illik valamivel komolyabb, valamivel nagyobb programmal kilépni a publikum elé, a gyerekek elé, a szülők elé, és nyilván Nagyatád elé. Megpróbáltunk olyan programokat szervezni, amelyeknek a bevételéből ezeket finanszírozni tudjuk. Különböző támogatókat nyertünk meg az ügy érdekében. Így válik lehetővé, hogy egy valóban nagyon tartalmas egyhetes programot tudunk szervezni. A pontos program még nincs meg, hiszen azért június 15-e előtti hétről szól ez a program, de alapvetően már vannak olyan rendezvényelemek, amelyeket lekötöttünk, így például lesz egy gyúrta sátor, ami felállításra kerül az intézménybe, itt egy rendhagyó történelemórát fogunk tartani, de a berendezése az korhű lesz. Abból az időből, tehát hogy elődeink hogyan gyújtottak tüzet, ez bemutatásra kerül, az előadók azok a korhű ruhákba lesznek, meg fogják mutatni például a nyilazást és egyéb dolgokat, amik ugye elődeinknek a szokásai voltak, szokásvilága. Ez mindegy, a történelembe is enged betekintést, a névadónkhoz is kapcsolódik, és hogyha már a névadónál tartunk, akkor lesz egy Árpád körkép kiállítva, ami egyelőre meglepetés, de a körképhez, nem a valós körképhez, de olyan értelemben, hogy körbe lesznek elhelyezve a paravánok, és azon lesznek összefüggő képek, ilyen téren kapcsolódik, a többi az maradjon egyelőre titok. Ezen túlmenően lesz egy sztár együttes, ez most már egészen biztos, aki fel fog lépni a programon. Avatni fogunk egy 1 millió forint értékű mászórendszert, ez egy nagy méretű játszótér, 8x6 méteres, ami azt gondolom, hogy a gyerekeknek fontos és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Eddigre meg lesz már a szabadidős termünk is, ami 600 ezer forint értékű eszközzel lesz felszerelve várhatóan pályázati úton, és ezen túlmenően szeretnénk egy egész napos strandprogramot a tavalyi évhez hasonlóan a gyermekeknek megvalósítani, és még millió olyan programmal készítünk, nyilván a millió az egy kicsit túlzás, ami a gyermekek számára fontos, vonzó, a délutáni szabadidő hasznos eltöltését célozza meg itt a kézműves foglalkozástól a sportfoglalkozásig,
a különböző versenyekig. Én azt gondolom, hogy azon a héten unatkozni biztosan nem fognak a tanulóink, mert már most látszik, hogy minden napon lapra jutni fog valamiféle érdekesség, fellépő, program, megnyitó, és hát ezen a héten, mint lehet, hogy nem az utolsó nap, mert az utolsó napon lesz a jurtállítás, ezt még nem tájoltuk be pontosan az időpontot, valamelyik napon előadjuk azt a darabot, amire már nagyon-nagyon készülünk, és egy pedagógusról és egy diákról szól, ezt a művelődési házban külön a gyerekeknek, külön pedig a felnőtteknek fogjuk előadni, reméljük nagy érdeklődés mellett. Hát kívánom, hogy mint a projekt hét, mint pedig az Árpád hét akkor nagyon jó hangulatban teljen, és elérjétek a céljatokat mind a két rendezvénysorozattal. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért. Tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Adásunk híreit az interneten is nyomon követhetik. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket a legfontosabb közéleti, kulturális és sporteseményekről. Emellett színes és egyre bővülő képgalériával várjuk látogatóinkat. Összeállításainkat a videógalériában, illetve a YouTube csatornán bármikor visszanézhetik. Aktuális adásaink időpontjáról, témájáról is tájékoztatást nyújtunk oldalunkon. Ha friss információk érdeklik, ha többet szeretne tudni a város mindennapjairól, kattintson a www.mvtv.hu oldalra. Nagyatádi Városi Televízió, mert rólunk szól.